Humorista, ritka, mint a fehér holló. Olyan női humoristából pedig, aki nem csak itthon, de külföldi színpadokon is sikereket ér el, csupán egy van. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel az Ungarische Piroskát, vagyis Szenteveres Adrien. Szenteveres Adrien. Szenteveres Adrien, Isten hozom, szia! Szia, szia! Na! Amiért tulajdonképpen azt gondoltam, hogy most már mindenképpen meghívunk, az a következő huszás tikli, hogy te németül is kipróbáltad magad. Tavaly indultam el ez a Gráci Humorfesztivál. Gráci Humorfesztivál, igen. Van, és erre tényleg büszke vagyok, mert második helyzetet értem el. Második helyzetet kívülről. Nagyon jó. Na most neked azért valami kis akcentusod van. Persze, hogy van. És ezt kajálják? Igen, kajálják, tehát ez még hozzátesz a karakterhez. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy én tökéletes németel beszélek. Igen, kajálják egy kicsit Ungarische az akcentusodat. Ungarische Piroska, mert minden pasi azt hiszi, hogy az összes magyar lő az ilyen, hát hogy mondjam, igen, szeret bumzen, vagy hát igen, igen, ilyeneket nem mondunk. Nem, hát szóval nem mondunk, a magyar igen. Hölgyek temperamentumosnak vannak, ugyebár elkönyvelve ezek a régi dolgok. Na most a külföldön fellépni, az két részből áll. Az egyik a nyelv. A másik, hogy tud, hogy ott mi a helyzet. Igen, tehát nyilván... Hogy ott ki a KGB-la, meg a nem tudom most, mi van Conchita most Wurst. Akkor. Vagy ki a Conchita Wurst. Na ezt megtudtuk. Hát ha más nem, ez Ausztriának eddig a legnagyobb PR-ja. Egyébként kérdeztek az osztrák kollégák, hogy mi a véleményem, és csak annyit mondtam, hogy Conchita ist mir völlig Wurst. Igen, hát nekem teljesen mindegy. Ugye ist mir Wurst, az azt jelenti, hogy ganz egal. Igen. Illetve Szecko jedno. Tehát Szecko nekem jedno. Tökéletesen mindegy. Ugye erre nem lehet igazán jó magyar szót találni. Az osztrák humorban ott ugyanezek a témák, vagy nagyjából, vagy mások, vagy mi az, amit ott lehet, mi az, amit itt nem lehet. A káromkodást nagyon nem szeretik. Nem. Tehát az abba konzervatívak. Konzervatívak, és ez mondjuk nekem tetszik is. Hozzátéve, hogy németül nem is lehet káromkodni, hát igen, tehát ez egy nyomorúságos nyelv. Hát igen, tehát egy szó van, ezt most nyilván nem mondom el a popsiruk, de hát ezen kívül nem nagyon. Hát van a sejszely, hát ugye, jó, hát amikor mi már rég túl vagyunk ezen. Úgyhogy nem, szolidak a németek, kicsit igen, fantáziátlanok ebből igen. A szempontból. Ott is ugye a beszélsz a családot, tehát ilyen családi sztorikat nyomsz. Akkor a Brachfeld-Szigfrides féle vonalat nagyon szeretik, igen. Tehát ez a nyelvészeti nyilván... Tehát, hogy ezt tudod, a magyarok ugye a nemi aktus végén elmennek, az osztrákok meg megjönnek. Persze, ich komme schneller, Hans. Ugye, én pedig azt mondom, hogy elmentél el, drágám, így már itt sem vagyok. Szoktam mesélni kisfiamról is, aki gyakorlatilag ugye neked is van gyermeke, tudod, hogy mennyit lehet nevetni a gyerekek, azok tényleg tündériek, tehát... Legutóbb óvodában volt fényképezés, és kérdeztük Borikát, hogy milyen arcot csináltál a fotográfus bácsira. Szóval egy szörnyű szabotőr disznó kutya. Na jó van, hát én irigyellek azért ezért a német sikeredért, és lesz ennek folytatása, vagy időnként megjelensz, vagy időnként meghívnak, szóval úgy fellépegetsz? Gyakorlatilag ez a Gráci Humor Fesztivál meghozott egy olyan sikert, hogy utána a Rádió Ő1, ami az itteni... Ottani Kossuth Rádió, igen, tehát a nemzeti főadó. Az leadta az anyagom egy részét, és akkor utána kaptam Bécsbe számos meghívást, Quadróba, Kulisszébe, ezek ilyen színház termek, mozi. Igen, és ez teljes osztrák közönség. Teljesen osztrák közönség, nagyon és nagyon nagy szeretettel fogadnak, ez nekem... Nagyon jól esik, hogy... Igen, hát ők is unják magukat, és jól esik valaki, aki kívülről jön. Hát ez... A színpadon Szenteveres Adrien. Grüß Gott, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin die Ungarische Piroska. Oft werde ich gefragt, wie kommt eine Frau auf die Idee, Stand-up-Komikerin zu werden? Der Grund dafür liegt in meiner Kindheit. Natürlich, kluge Psychologen sagen, der Grund, alle Krankheiten liegen in der Kindheit. Mein Vater ist Chirurg, meine Mutti ist Pathologin. Sie haben immer versucht, ein gemeinsames Business aufzubauen. Unmöglich.
Mein Vater hat immer versucht, die Patienten im Leben zu halten. Mutter immer hat gewartet auf der anderen Seite. Mach doch was, etwas Falsches, ja? Meine Mutter hat mich immer so liegend gebadet, mit Kaltwasser und Schlauch. Ja, wollte ich mich bewegen, war sie so erschrocken, ja? Nein. Geht's dir gut? Dann kam sie uns zuzudecken, hat sie uns aus der Badewanne rausgeholt. Wir haben mit meiner Schwester nicht verstanden, warum hat sie die Bettdecke über unseren Kopf gezogen. Aber sie hat unsere Füße freigelassen dafür. Am nächsten Tag haben wir verstanden, warum. Sie hat die Einkaufsliste nicht an den Kühlschrank gehaftet, sondern mit einem großen Faden auf unsere große Zehen, ja? Ganz gut, ja? Und die Nachbarn haben immer über uns gelacht, weil als wir den Müll rausgebracht haben, wir waren die einzige Familie, wo es einen Reißverschluss auf den Müllsack gab, ja? Dankeschön, köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, Szent Everes Adriát, köszönjük szépen, nagyszerű volt, azt hiszem, hogy élvezte a közönséget.